Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Megint megpróbálok hangosabban beszélni egy kicsikét. Visszatérünk újra az éjszakába. Újra egy kis portás történetekről, sztorikról szeretnék beszélni. Igazából elsősorban most arról, hogy hogyan viselkedjen egy kidobó portás, miközben végzi a munkáját, ahogy én látom persze, és nem otthon a vacsoraasztalnál, mint ahogy mondtam, miközben töpörtyűt zabál, hanem a munkahelyén. Először is megérkeztek egy szórakozó helyre, egy vendéglátó egységbe, ahol foglalkoztatnak ilyen embereket. Ugye az ajtó környékén biztos, hogy láttok párat, nem nehéz őket megismerni. Elsősorban nem csak a termetük miatt, és nem feltétlenül a nagy darabságra gondolok, de látszik azért mindegyiken, hogy valamit sportol. Szikárabb, szárazabb, az órabb félre van verve, stb., ha már nem nagy darab. Mellette ugye egy ilyen frizurát hordanak, ezt a szép kopaszra nyírt, vagy rövidre nyírt hajacskát, esetleg mit tudom, középen meghagyva, és ez nem feltétlenül, már most normálisabbokról beszélek, azért van, hogy elrettentsem, hogy megijesszem bárkit, főleg a mai világban, ahol ez nem annyira elrettentő dolog, mert nem is kell annak lennie, amikor divat a rövid haj, nem igazán sok pali hord hosszú hajat mind a 90-es években, hanem szinte mindenkinek rövidebb haja, tehát nem az elrettentés a cél, nagy részük aktív sportoló most is, és mivel marhára nincs idő, energia, meg kedse magamról beszélve, hogy ezeket a tudományosan kócolt hajakat ide-oda minden nap megcsináltassam, meg megcsináljam, stb. Ez itt ez a legcélszerűbb, az ember lett olyan séróját, aztán nyugodtan be lehet állni a zuhany alá, hogyha esetleg valakinek ez nem tetszik, akkor nem tetszik, mondom még egyszer, harmadszor is magamról beszélek, engem nem érdekel, tehát engem vagy elfogad valaki ez a gyönyörű szép fejjel, vagy nem. Tehát ennek elsősorban nem az a célja ennek a sérónak, hogy bárki beszarjon, egy normálisabb vagy egy tökösebb ember nem is fog ettől beszarni, hanem csak simán olyan okai vannak, hogy kényelmi szempontok, semmi más. Na tehát megláttad az ajtóba az emberkét, ugye miben van felöltözve? Ugye ez is valahol a viselkedéshez tartozik. Vannak szórakozó helyek, ahol még most is elvárják az egyenöltözetet, sőt a szórakozó hely biztosítja is ezt. Ugye télen gyakoriak a fekete különböző ilyen-olyan jackik, általában bomber jackik, vagy security, vagy mit tudom én a szórakozó hely nevébe, vagy staff felirattal, teljesen mindegy, amiről egyből mindenki tudja azt, hogy igenis ez az emberke ott dolgozik, és megnézve a külsejét, valószínű, hogy mit. Nyáron ugye valamelyik kicsit elitebb szórakozó helyeken elvárják az inget, általában a fekete inget, mert a fehér inget a felszolgálók meg a személyzet szokta hordani, de valahol fehér ingbe dolgoznak, valahol egy ilyen pólóba, stb. Viszont vannak olyan szórakozó helyek, ahol nem várja el ezt a tulajdonosi kör, vagy a tulajdonosok, sőt, így igazából kérik azt, hogy lehetőleg ne egyenruhába, vagy egyenruhára emlékeztető ruházatban legyenek a kidobók, hanem próbálnak beleilleszkedni, ezt nem igazán tudom, hogy sikerül, az adott vendéglátói egységnek az image-jébe. Tehát olyan öltözetet hordjanak, amit körülbelül az odajáró vendégek is, tehát ne legyen ebből semmiféle kilógás, mégpedig a következő indokkal, ezt én is hallottam nagyon-nagyon régen, annó egy szórakozóhelyen, ahol dolgoztam, azért, mert elrettenti a vendégeket. Na most ezt akkor sem értettem meg, ma sem értem meg. Igazából, hogyha én egy olyan vendég vagyok, aki szórakozni megy oda, és akkor jól akarom magam érezni, akkor felőlem a portás még festőoberába is dolgozhat, mit tudom én, műanyag csákóval a fején, rohadtul nem érdekel, én nem balhézni megyek oda, hanem jól akarom magam érezni, tök nem érdekel, hogy mivel van öltözve a biztonsági személyzet, sőt, valamilyen szinten megnyugtató is, annak mondom, aki szórakozni jár oda, hogy körbenéz és igen látja, hogy itt vannak páran emberek, aki az ő családja, kedvese, stb. Biztonságára vigyáz. De mondom, ez szórakozóhely függő, vannak igenis olyan szórakozó helyek, ahol ezt egyenesen elvárják a portásoktól, hogy hasonlóan öltözzenek. Különösebben ebben egy baj van, ha olyan vendégek jönnek, akik nem járnak oda rendszeresen, és nem tudják, hogy kik ezek az emberek, akik a biztonságra felügyelnek, vigyáznak, és akad egy kis gond, amiben ők is benne vannak, vagy mint okozó, vagy mint sértett, és ugye a biztonsági személyzet oda megy idézőben rendet csinálni, akkor gondolhatják azt, hogy szintén egy balhéba bekapcsolódó társaságnak a tagjai ezek, és igenis ebből szoktak lenni konfliktusok, hogy hiába ránézel és látod a méretei
mozgása, akármi alapján, azért italgőzösen ezt elég nehéz megbecsülni, nagyon sok gyerek sportol most már, nagyon jó, sok fizikum ember jár mindenféle szórakozóhelyre, és innentől kezdve nehéz eldönteni, hogy éppen beszáll a dologba, az biztonsági személyzet része vagy nem. Aztán ez marha gyorsan kiszokott derülni, de nem biztos, hogy ideig el kellene jutni. Tehát ebbe ez a hátrány, ha úgy van öltözve a kidobó csapat, mondjuk mint a odajáró közönség. Tehát ha nem lehet őket megkülönböztetni. De általában ez marhamar el szokott dőlni, meg ne ebbe induljunk ki, és most nem is akarom erre kihegyezni ezt a videót, már beszéltem itt a különböző balhékról, most tegyük félre, itt a viselkedésről van szó. Az is erősen kritizálandó már az én szemembe, mikor egy kidobó mindenképpen el akarja magáról hitetni, hogy ő az, és ezt mindenképpen fel is hívja magára a figyelmet. Most ha valaki, mindig is ez volt a véleményem, mondjuk tegyük fel, hogy maradjunk a nagy darab izmosoknál. Hát ha valaki nagy darab izmos, azon úgy is látszik, hogy nagy darab izmos. Arra nem kell még különböző mindenféle oldalsó középtartásokat, mint a szarógalamb úgy sétálgatni, feszítve mindegy idióta, mert ez általában, ez kicsit ilyen nevetség tárgyává lesz. Nem a 90-es éveket írjuk, mondom, amikor gyúrtak körülbelül hárman az országba, és igenis feltűnő látvány volt, ha valaki picit izmosabb. Minden második csávó az edzeget, ezt, azt, amaz, ropogtat hozzá különböző vitaminokat, tehát nagyon sok vastag ember van. Aki izmos, feltűnően, jó minőségű izomzat van rajta, azon úgy is fog látszani, nem kell feszengeni, mint egy elmebajos, nem kell sétálgatni és mutatni, hogy már pedig én vagyok itt a biztonsági ember. Ennek megint vannak hátrányai, mert ugye rengeteg küzdősportos jár most már szórakozni. Általában, főleg nagy részük nagyon fegyelmezett ember, de hát ha mondjuk isznak egy kicsikét, történik ez az a dolog, azonnal megtalálják az ilyen pöffeszkedő majmokat, valahol teljesen jogosan. Hogy ennek utána mi a kivenetele, ezt hagyjuk, ezerféle dolog lehet, mondom, a balhé részében nem mennék el. Tehát nem feltétlenül kell éreztetni azt, hogy te vagy ott a portás, ezen a szórakozó helyen azzal, hogy milyen nagyszerű fizikumod van. Ha nagyszerű a fizikumod, azt úgy is fogják látni. Ha te esetleg mondjuk valamilyen küzdősportos vagy, azt is fogják látni. Mozgásodból gyorsabban mész, aprókat lépsz, látszik az arcodon, hogy meg van viselve, egy kicsit szét van ütve, meg az egészet általában rutinosabbak, hogyha van bármi balhé vagy akármi kezdődik, akkor meg szokták nézegetni a másiknak az öklét, ott azért sok minden látszik, hogy mi történt az élete folyamán azzal, milyen sportot űzött, mennyire van a szana szétütve, hány embernek sikerült a fogát ott eltalálni vele, stb. Stb. Tehát pillanatokat le lehet ezeket szűrni, nem feltétlenül azzal kell, hogy én mutatom, mert én vagyok a nagy kidobó. Mondom, ez eléggé majomszerű helyzetet hozhat, felesleges. Nyilván a háttérbe se tudsz húzódni magát, főleg a fizikumod miatt, meg főleg azért azt tegyük valahol rendbe, hogyha valaki egy jó kidobó, annak a kisugárzása nem az, hogy nyuszi. És tök mindegy, mert ez nem a méretektől függ. Én láttam nagyon nagy darab embereket is, akire ránéztem, és tudtam, hogy pillanatok alatt be fog szarni, bármilyen gáz lesz, a legkisebbtől is be fog szarni, és elmegy háttérbe vonul. Ennek vannak ezerféle jele, erről is már beszéltem, hogyha indul egy konfliktus, neki áll például órot fújni, matat a zsebébe, mindenhova nézelődik, óráját nézegeti, csak nem bele a pofájába annak, akivel éppen a baja van. Tehát ez se igazából jó dolog, ha valakinek maga kisugárzása nem elég erős. És mondom, itt most már nem a méretekről beszélek, hanem lássák azt, hogy az ember az igenis ott van. Tök mindegy, hogy 60 kiló, vagy 140, teljesen mindegy. Lássák azt, hogy van belőle, árad belőle. És nem a férfiasságra gondolok, egy kellő, megfelelő időben, megfelelő helyen használható, sőt kötelezően használni is kell agresszió. Oké? Eddig ennyit. Aztán tovább, mikor történik bármilyen konfliktus, és ti azt halljátok mondjuk, hogy a kidobó elkiáll kiabálni, üvölteni a konfliktus részvevőjén, ez nem feltétlenül azért van, mert beszart, hogy éppen hasmenése kezd lenni, és igyekszik minden bejutni a WC-re, és utat akar törni magának, hanem ez is egy módja a konfliktus megoldásnak. Általában előtte, amit ugye nem hall senki, többször elmondja normálisan, hogy ezt meg ezt nem kéne csinálni itt, mert ez nem az a hely, sőt tudni kellene viselkedni, stb. De ennek 99%-ban ez 30 éves tapasztalat mutatja velem, nincsen semmi foganatja. Főleg a mai világban, a mai fiatalok ugye tényleg nem tudom mit ettek reggelire, meg mivel tömik magukat, kibaszott kemények, mindenféle sportolás minden nélkül. A következmények viseléséről már megint beszéltem, az egy más dolog, de marha nehéz velük megértetni azt, hogy ezt nem kellene így csinálni, mondjuk ilyen hangnemben, vagy most beszélek itt a kamerába, hogy oda megyek és aranybarátom, vagy kedves uram, legyen szíves, légy szíves, ezt ne csináld itt, nem ezért jöttél ide, ez az, nem az a hely, itt vendégek, nem ezért jönnek, stb. Hagyd őket. Tehát mondom, hogy ilyen hangnemben majdnem szó szerint letérdesz előtte és lecidázod, csak azért, hogy viselkedjen, amit ugye egy elvárható emberi dolog. Hát így kezdődik ez az egész dolog. Nem történik semmi, utána nyilván kicsit már máshogy megy ez a dolog,
határozottabban szólsz, akkor elmondod neki, hogy ezt fejezd be, hogy akkor el kell menni. Erre jön az, hogy nem fogok elmenni, már pedig hidd el, hogy el fogsz menni. És ha mindig nem akarsz fizikai agressziót alkalmazni, ugye többen elmondtátok nekem, hát kidoboz, nem csinálhat ilyet, így BTK, úgy BTK, úgy BTK. Persze a vendég az nyugodtan odaszarhat a táncpalc közepére, molesztálhat bárkit, fikát pöcíthet a kidobóra, az lehet, nem rend vonatkozik semmi, de te nem használhatsz semmilyen fizikai eszközt. Sem magadat, semmi mást. Jó, tisztá vagyunk ezzel, jön a következő fokozat. Ekkor szokott jönni ez a marha nagy üvöltözés, amit sajnos az életem folyamán én is sokszor műveltem, nem vagyok rá büszke, mondom, amiket szoktam ilyenkor kiabálni, üvölteni néha, viszont egy dologra nagyon alkalmas, azért egy átlagembert, aki nincs hozzászokva a fizikai agresszióhoz, csak kicsit többet ivott, vagy szívott valami okosságot hozzá, és ő marha kemény, pillanatok alatt meg lehet törni vele. Tehát ha érzi a hangerőn keresztül is a belőled áradó agressziót, akkor általában az nem egy igazi tökös vagánygyerek, azért összeszarják magukat az emberek, és kicsit visszavonulnak. Ezt mondom, ez is tapasztalat, nem mindig van így, utána következik ugye a további rész, amiről már beszéltem, és most nem fogok, de általában a konfliktusok jelentős részét meg lehet oldani ezzel, hogy amikor nekiáll üvöltözni a kidobó, és nem éppen szalonképes szavakat, amire mondom, én a magam részéről rohadtul nem vagyok büszke, sőt, így utólag egy-kettőre visszagondolva szégyellem is magamat, de ez van, akkor ezt az adott szituációt meg kellett valahogy oldanom, és ezt tartottam a legalkalmasabbnak, és meg is oldódott. Utána, persze, normális körülmények között, ha odajön az ember, vagy én találkozok vele valahol, és leülünk, ezt meg tudjuk beszélni, akár én hajlandó vagyok az elnézéskérésig is elmenni, amiket mondtam, de azt is elmondom, hogy ez miért történt. Most ezt általában az emberek megértik, és utána normálisan tudunk egymással kommunikálni az élet további részén. De mondom, sajnos nem vagyok rá büszke, tehát amikor ezt látjátok, hogy üvöltözik egy kidobó, annak általában megvan az oka, és nem pedig az, hogy szarnia kell. Mondtam eddig többször az összes kidobós videómban, elmondtam, de nem igazán esett le nagyon sok embernek, hogy nem a paraszt kidobókról beszélek, akik szándékosan a balhét keresik, szándékosan kötözködnek, jól bebasznak, jól beszívnak és molesztálják a vendégeket. Tudom, hogy vannak ilyenek. Láttam én is ilyet. Én azért talán, akikkel így együtt dolgoztam így a hosszú-hosszú évek során, volt olyan, hogy valóban kicsit korábban tettük a dolgunkat, mint tettük volna, de olyan, hogy ok nélkül megtaláltunk volna valakit csak azért, mert mit tudom én, nem olyan volt a szemeszíne, meg éppen én bunyózni akarok, vagy mutatni akarom, hogy mekkora férfi vagyok, olyan erre esküdni merek, hogy soha nem volt. Soha. Soha. Tehát mindig volt valami kirobbantó oka, és az általában, sőt nem általában, mindig is az a személy kezdte, akivel ez a konfliktus utána folytatódott. Tehát általában ezekről az emberekről próbálok beszélni, akik ezt valahol ugyanúgy szakmának, hivatásnak tekintik, és megpróbálják úgy csinálni, hogy mindenkinek, nem csak nekik, hanem a vendégeknek is jó legyen. Tehát ez a lényeg, hogy nem a kötözködés, meg az, hogy mutassam, hogy mekkora bika vagyok. Aztán a következő dolog, amiről még lehetne beszélni, ugye a portások meg a csajok. Hát, ugye valahol minden hölgy szereti a biztonságot, az erős férfiakat, és nem csak fizikálisan, nem csak a testi részről gondolok, hanem a lelki részéről is, ezek általában, főleg akik évekig csinálják ezt, azért általában árad belőlük a biztonság nyújtás, meg az erősség, és innentől tovább nem folytatnám a dolgokat, nagyon sok része nem publikus, és nem szeretnék róla beszélni, mindenki tegyen hozzá, amit akar. Nyilván itt is azért egy intelligensebb, értelmesebb ember ezt nem használja ki, tehát nem mindenféle beájult, tökrészeg nőt rángat el a tópartra, nem beszélve arról, hogy vagy a diszkó mellé a sötétbe, vagy akárhova, ahol éppen dolgozik, hanem nem beszélve arról, hogy azért a munkáját végzi, és a kollégákat nem illik szarban hagyni, tehát ha pillanatra eltűnik valahova, akkor ezt illik azért tisztázni, hogy belefér ez a munkaidőbe, vagy a munkarendbe, nem fér be a munkarendbe, stb. De ez csak a régi-régi múltról beszélek, manapság biztos már nincsen ilyen. Körülbelül ennyit szerettem volna a viselkedésről, lehetne még ezt is tovább hegyezni, de már is sokat pofáztam. Egy biztos, mindenképpen egy biztonsági személyzet tagjának sugározni kell magából egy határozottságot, egy bizonyos szintű agressziót, ami nem rémületkeltő, tehát ez hozzátartozik, de azért látszódjon az, hogy ez az emberke oda mer menni bárhova, akármilyen gond van, tehát azért a közönségnek, aki nem balhézni akar, az a része, azért nyugodjon meg, hogy vannak olyan emberek, akik vigyáznak rá. És azért, amiről beszéltem korábban, az, hogy belefér, ha valaki tudja ezt kezelni egy kidobónak a munkájába, hogy megiszik egy-két italt, és ettől nincsen semmi baj, azt mondom, igen, de amikor már úgy érzik, hogy ebből gond van, sok volt a pia, és ebből a viselkedése az, amit elvárható egy biztonsági személyzettől,
akkor ezt az italozást nem kell folytatni, sőt, el sem kezdeni. Szépen ki lehet bírni, én is azt mondom, józanul egy éjszakát. Az egy dolog, hogy kurva nehéz sokszor, mert rohadtul unod az egészet, mert nem a te világod, de akkor is elvégzel egy munkát, amilyen megfizetnek. Igazából most más nem tudok mondani. Én azt mondom nektek, ha bementek egy szórakozó helyre, mehetek oda, és két dolgot nem kell csinálni. Egyik az, hogy oda mész és mit tudom én, megkönnyöklöd a portás szó nélkül, a másik pedig az se, hogy oda mész és hirtelen lesmárolod, még akkor se, ha lány vagy. Jó, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!